Március 25-e nagyon fontos nap király Gábor pályafutásában. Gábor, ugye 1998-ban ezen a napon voltál először válogatott labdarúgó, alig 22 évesen. Amikor kisgyermek voltál, nyilván álmodoztál arról, hogy talán egyszer válogatott focista lehetsz, így képzelted, így jött ez a válogatottság, ahogy egy kisgyerek képzeli? Túl gyors volt, azt gondolom, hiszen előtte fél évvel kerültem ki a, a Hertához, 97 nyarán és szeptemberben mutatkoztam be a Bundesligába, és egyből utána következő év márciusában meghívtak a felnőtt válogatottban. Mi egész utánpótlásban mindig úgy nőttünk fel egymás után lévő korosztályoknál, hogy nagyon jóba voltunk a kapusokkal is, Babos Gabi, Sáfár Szabi, Vezér Ádám, Szücs Lajos, tehát így korábban ugye Végzóliék, tehát nagyon jó kapcsolatban is voltunk, hiszen annak idején fiatalon, 17-18 évesen egyszerre mutatkoztunk be az MB1-be is. Tehát valamilyen szempontból összefűződött a, a kapcsolatunk, és ugye akkor elkezdődött egy ilyen fiatal generáció, és én tudtam, hogy én utolsó vagyok a, a sorban, tehát nem is, nem is vártam azt, hogy engem oda meghívjanak, aztán volt egy kicsit szerencsétlen mérkőzés, amivel ugye a jugoszlávok ellen nem jutottunk tovább. És utána ugye edzőváltás volt, Bicskei Bertalan lett az edző, és ő meghívott a felnőtt csapat keretébe. Hát én ugye az egész tábor alatt, illetve az egész felkészülés alatt nagyon meg voltam döbbenve azon, hogy én még annak idején Illés Béláéknak szedtem a labdát, és most ugye egy, egy csapatban voltunk egy keretben, de ugyanúgy a horvát felülről beszélhetek, Hamar Pistékről, tehát az a, az a generáció igazából, akit, aki, aki, aki ott volt a buszon, vagy ott volt az edzőtáborban, azokat én egyelőre csak a tévéből tudtam nézni. Korosztályos válogatottként szerepeltem 55 mérkőzésen, tehát maga, a válogatottság és a válogatottság érzése az nem volt furcsa. Annyi, hogy a felnőttek között azért nagy fóku, nagyobb fókusz van, nagyobb figyelem van szurkolók részéről is, média részéről is. Úgyhogy ez így összességében volt egy ilyen nagy boom. Arra pedig abszolút nem is gondoltam, hogy esetleg én lehetőséget kapok az osztrákok ellen, vagy esetleg én fogok védeni. Mit mondott neked a kapitány, miért figyelt fel rád, miért szavazott neked bizalmat, ugye rajtad kívül még öten debütáltak azon a bizonyos bécsi mérkőzésen a válogatottban. Nagyon nem fejtette ki, hiszen egy csapatépítésről volt szó. Ilyenkor szerintem mindenki tisztában van vele, hogy az edző próbálgatja a személyeket a pozíciókban, Úgyhogy egy teljesen normális kis felkészülési mérkőzés volt, amit hála isten ugye megnyertünk, és ez egy nagyon nagy fegyvertény volt, azt gondolom, főleg az akkori osztrák válogatott ellen. Mikor tudtad meg, hogy te leszel a kezdő, az előbb utaltál hogy arra nem gondoltál, hogy egyből te állsz a kapuban, mikor derült ez ki? Hát talán a mérkőzés előtti csapathirdetésnél. Arra viszont emlékszem, mikor mentünk a, a stadionba, buszon ültünk, és úgy mentálisan az ember készül a mérkőzésre, hogy egyszer csak így hátra néztem, így körbenéztem, hogy Úristen, kikkel ülök a buszon együtt, és megyünk a mérkőzésre, és én ővelük fogok ott állni a, a pályán. Tehát ez, ez valami felfoghatatlan volt számomra, hogy Magyarországot képviselhetem, a felnőtt csapatot, úgyhogy még ott ilyen, ilyen, kicsit ilyen ahogy fogalmaztam is, hogy gyors volt az egész, de próbáltam helyén kezelni a dolgot. Gyors volt az első gól, és négy perc után már vezetett a csapat. Igen, nagyon nagyon, nagyon intenzív volt a mérkőzés. Egy négy perc után, ha jól tudom, Horváth Feri találta a, a hálóba, és utána a hetedik percben meg már egy-egy es egy volt. És utána már a 11. percben már egy-egy volt az állás. Tehát nagyon, nagyon intenzív volt, nagyon eseménydús a mérkőzés. Úgyhogy ezért is emlékezetes számomra ne ugorjuk át azért azt a 11-est, mert azért az egy érdekes momentum volt, hiszen ugye hát két percre gyakorlatilag a vezető gólunkra jött a 11-es, hogy az volt vagy nem volt, az most már teljesen mindegy. A lényeg az, hogy Tony Polster állt veled szemben, egy újonc kapussal szemben, az akkori kor legeredményesebb csatára a bajnoki meccseket tekintve. Gondolkodik ilyenkor az ember, vagy mit csinál? Te bűvölted a labdát, azt látjuk a régi felvétel, és valamit ott mormoltál. Mi volt? Mi volt a varázsige? Igen, nagyon önkritikus voltam magammal szembe, és vagyok a mai napig is, és mindig felkészülök a következő eseményre, a következő dolgokra, és igazából a koncentrációt mondtam hangosan magamba, hogy mit kell csinálni folyamatosan az utolsó pillanatig, Úgyhogy, de az, hogy most ezt kifelé látták, az engem annyira úgy nem érdekelt, hanem nekem kellett azt a szituációt megoldani. És az volt a, a, a feladatom hogy minél hosszabb ideig kivárjak a 11-esnél, hiszen Tony Polster, egy nagyon rutinos játékos, aki bundesliga játszott, meg ugye az osztrák válogatottba, és én is csak a televízióból láttam őt. Ő ott áll, letette a labdát a 11-es pontra és egy mindenhájjal megkent ember, egy játékos, de viszont ő nem ismer engem. Tehát annyi előnyöm volt, hogy ő nem, nem ismerhetett engem, nem tudta a filozófiát, a gyorsaságomat, nem tudta az egész szituációt, hogy, hogy kiáll vele szembe. Úgyhogy én meg ezt próbáltam azért az én javamra fordítani, de igen, sikerült ugye kivédeni a 11-est de utána Tonival nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, hiszen ugye én szombathelyként mindig Bécsből jártam Berlinbe, a Bécsi Reptérről, és nem egyszer találkoztunk a Reptéren Tonival, hiszen ő is ugye Kölnbe játszott, majd később a Gladbachba, és volt olyan, hogy együtt repültünk vissza Németországba, és mindig nagy hangon üdvözölt a reptéren, mintha senki nem lett volna, és mindig átöleltük egymást. Tehát egy nagyon jó kapcsolat volt, egy nagyon nagy tisztelet, úgyhogy Tony egy nagyon impulzív egyéniség, úgyhogy ez is ez is egy kicsit így összehozott minket, és hát a futball is, ami, ami nagyon fontos, ugye a tiszteletről szól az látszott, hogy tényleg kivártál, ameddig lehetett, csináltál egy testselt jobbra, mint ha elindulnál, és utána mentél balra. Ezt gondolom tudatos volt, így volt? Próbáltad őt becsapni? Abszolút tudatos volt az egész mozgás. Kicsit talán az elugrásnak a dinamikája nem volt olyan, ami ennek szerettem volna, de nem ment sarokra a lövés és így pont meg tudtam kaparintani. Első labda érintésre azért ez mindenképpen egy felemelő érzés, meg egy kicsit lendületet is ad, de azért a realitásokat természetesen ismerve azért tudom, hogy egy kapus általában gólokat kap, több gólt kap, úgyhogy azokat kell ugye feldolgozni, de egy-egy ilyen esemény, egy ilyen 11-es hárítás, vagy egy, egy lövésnek a hárítása, az körülbelül felélő egy olyan csatár teljesítménnyel, mintha valaki gólt rúgna. Fel is mutattad a labdát hátrafelé két kézzel. Érezted magad mögött a magyar szurkolókat? A magyar szurkolókkal is érdekes volt az akkori kapcsolat, mert ugye amikor én kikerültem a Hertához, akkor ugye szombathelyről kerültem ki, és azért voltak olyan visszhangok, hogy nem biztos, hogy nekem ott a helyem, nem biztos, hogy megállom a helyem, nekem először Budapestre kellett volna felmennem, és úgy külföldre. Voltak ilyen hangok is természetesen, de amikor megtudtuk a mérkőzés előtt, hogy 48 busznyi magyar szurkoló érkezik, akkor az feldobta ugye a hangulatot. És hát az is nagyon jó volt, hogy szombathelyről nagyon sokan jöttek szurkolni, meg hát eleve Magyarországról, hogy mennyien elkísérték a csapatot. És ez, ez egy olyan fajta löketet adott, ami, amivel szerettem volna ezzel a labda megköszönni az egész dolgot, holott addig csak igazából pár percet éltem a magyar válogatottba, de maga az érzés az, az nagyon jó volt. Úgyhogy volt a búcsú meccsemen is egy hasonló szituáció, mikor szintén volt egy védésem, és az az utolsó védésem volt, és ott is megindult a kezem, hogy esetleg feltartom a labdát, így egy kicsit így keretbe foglalva ezt az egész kis válogatott történetet, de aztán ott igazából a mérkőzéssel voltam elfoglalva. Érzelmekről beszéltél, nagyon érzelem gazdag volt a nyilatkozatod is a meccs után, erről még beszéljünk, hogy élted ezt meg, hogy oda tartották a mikrofont és téged kérdeztek a meccs után. Megáll egy kicsit, meg ez az Gábor! Ez a... Az... Hát nagyon... Nagyon jó érzés volt, megmondom őszintén. Ne haragudjanak, de... Ez teljesen normális. Hogy hazajöttem, és ekkor rosszul kolott Ábor és őt szóba, erről is eljöttek, és nem felejtettek el. Úgyhogy ne Emlékszel, vagy tudsz olyan kapusról, aki úgy mutatkozott be a hogy meg első labda érintése egy 11 es véde. Hát nem tudom, nem emlékszem, de nem az a fontos, hanem az, hogy a csapat nyert. És végre úgy érzem, hogy elindulunk abból a, abból a mély valamiből fölfelé. Sok türelmet kérünk mindenkitől, egész Magyarországtól, úgyhogy de dolgozunk, én úgy érzem. Igen, természetesen egy fiatal játékos, amikor először bemutatkozik az emocionális számára, főleg a szurkolók miatt, főleg az, hogy én fél éve már nem voltam Magyarországon, nem tudtam, hogy hogy fogadnak a szurkolók, teljesen tehát egy magammal, a teljesítményemmel voltam elfoglalva, nem tudtam a, a visszhangokat, akkor ugye itt volt a Bertalan, bizalmat szavazott nekem, és szerintem ennek az emocionális része volt az, hogy hogy elérzékenyültem a mérkőzésem, meg ugye azért a futba, futballt. Érzelmi, érzelem nélkül nem lehet végigcsinálni, emocionális élmények vannak egyszerűen a nyomás, a pszichikai nyomás, a fizikai teher mind a, a játékosokon van, mind a kapusokon. És hát ennek a kicsit ilyen, ilyen feloldása volt ez a, az interjú, és tényleg, mint fiatal, kis, kis rutintalan ember, egy ilyen emocionális nyilatkozat sikerült. Még egyet azért kérdezek, most milyen érzések vannak benned ezzel, ugyanezzel kapcsolatban 25 év után? Hát most már nem érzékenyülök el annyira, mint akkor. Természetesen tudom kezelni ezeket a dolgokat, de nagyon jó volt átélni mindazt a, a szeretetet, mindazt a, azt a gondoskodás, hiszen a válogatott labdarúgók is, akik a pályán voltak, ők is folyamatosan segítettek. Ők már azért több mérkőzést lejátszottak már akkor a felnőtt válogatottban, és nagyon jó érzés volt az, hogy hogy nem csak beállítottak a kapuba, hanem valóban ott azért voltak csapattársak, akik nagyon segítettek ebbe. Úgyhogy ezekre a pillanatokra érdemes mindig visszaemlékezni. Úgyhogy mai napig nagyon jó helyen tartom ezeket az emlékeket.